Az esztergomi Várhegy államalapításunk óta fontos szerepet tölt be a magyar történelemben, előbb a magyar uralkodók székhelye, majd a magyar katolikus egyház legfőbb központjává vált. A korabeli források szerint a közelben épült fel az ország legelső temploma, ahol államalapító királyunkat, Szent Istvánt is megkeresztelték. A bazilika jelenlegi helyére először ő építtetett templomot, amit 1180-ban egy tűzvész teljesen tönkretett. Az esztergomi várhegyen a történelem során több templom is állt, ezzel szemben az újkorban csupán egy templomot emeltek, ez a klasszicista stílusban épített, 100 méter magas Nagy Boldogasszony és Szent Adalbert főszékesegyház. A székesegyház monumentális épülete 47 év alatt épült fel, az idők során 4 érsek és 4 építész vezette a munkálatokat. A bazilika épülete 1869-ben készült el teljesen, de 1856-ban már sor került az ünnepélyes felszentelésére, ahol Liszt Ferenc erre az alkalomra komponált esztergomi mise című darabja először csendült fel, melyet a zeneszerző személyesen vezényelt. A II. Világháború alatt a bazilikát súlyos támadás érte, körülbelül 95 gránát és bomba hullott rá, aminek következtében az oszlopcsarnok és a kupola is megsérült. A helyreállításokat követően visszanyerte régi pompáját, 2005-ben pedig impozáns díszkivilágítást kapott. Az esztergomi bazilika abból a szempontból is különleges, hogy a főhomlokzata keletre néz, lévén csak így tudták a bejárathoz vezető feljárót kialakítani. Ezért a szentély más templomokéval ellentétben az épület nyugati, Dunára néző részén található. Az esztergomi bazilika három harangja közül a nagy harang több mint 5 tonnás és átmérője több mint 2 méter, a legkisebbik viszont csupán 20 kg-os és átmérője 31 cm. A főszékesegyház méretei is igazán imponálóak, hossza 118 méter, szélessége közel 50 méter, külső magassága az altemplomtól a kupola keresztjének csúcsáig 100 méter, és ezzel a mérettel az esztergomi bazilika számít jelenleg Magyarország második legmagasabb épületének. A kupolát Közép-Európa egyik legvastagabb falai tartják, a 17 méter vastag szakasztábla is jelzi az altemplomban. A tornyai 57 méter magasak, az előcsarnok oszlopai 22 méteresek. A templom összképe meglehetősen rideg benyomást kelt, köszönhetően óriási méretének. A főoltárt gyönyörű ezüst oltár előlap borítja, fölötte pedig a világ legnagyobb, egyetlen vászonra festett képe, az 1856-ban készített Mária mennybevitele című festmény. A kép megfestésére még korábban Michelangelo Girolatti velencei festőművész kapott megbízást azzal a meghagyással, hogy Tiziano Mária mennybevitelét ábrázoló képét másolja le, jelentősen felnagyítva az itáliai reneszánsz mester festményét. A méretek miatt a festmény elkészítéséhez egyedi, külön vásznat szőttek, a kép több mint 13 méter magas, valamint 6,5 méter széles. Több tucat lépcsőfok vezet az útszintén monumentális altemplomba, ahol az esztergomi érsekek nyugszanak. Thank you.
Itt nyugszik Mindszenty József bíboros is, a síremléket, a mártír érsek földi maradványainak 1991-ben történt hazahozatala óta mindig teljesen beborítják a nemzeti színű szalagok és koszorúk. 1991-ben magyarországi látogatása alkalmával II. János Pál pápa itt imádkozott a bíboros lelki üdvéért. Rudnai Sándor esztergomi érsek és bíboros, amikor 1819-ben hivatalba lépett, elhatározta, hogy visszaadja érseki székhelyének régi fényét, grandiózus álma szerint a vatikáni Szent Péter bazilikával vetekedő hatalmas, az egész Várhegyet betakaró épület együttes felépítése volt. A terv a maga teljes monumentalitásában azonban pénzhiány és politikai okok miatt nem valósulhatott meg. Az esztergomi bazilika emeletén működő főszékes egyházi kincstár, Magyarország leggazdagabb egyházi kincstára, melynek világviszonylatban is kiemelkedő ötvös és textilgyűjteménye van, amelyben körülbelül 400 tárgy található. A kincstárban megtalálhatók a koronázási szertartás liturgikus tárgyai, valamint Szent István, Szent Imre, Szent László, Szent Adalbert, Szent Gellért, Árpádházi Boldog Margit és további szentek erekjéit is megtekintheti a látogató. Különleges kincsnek számít a rendkívül aprólékosan díszített Mátyás király kálváriája, a több mint 100 drágakővel díszített, 5 kg tiszta aranyból készült ötvösmű Magyarország legnagyobb ékszerkincse. Értékes palástokat, gótikus miseruhákat és olyan díszruhákat is láthatunk, amelyeket 200-300 évvel ezelőtt viseltek a főpapok. Páratlan értékek a különböző, gazdagon díszített gótikus szarvserlegek, a prímási pásztorbotok és más díszes erekjék és kelyhek.